Arról szeretnék itt beszélni, hogy ennek az aluljárónak mi is volt a múltja, a történelme. Igazából jelenlegi formájában 1994-ben alakult ki. Előtte volt egy korábbi, rövidebb szakasz. Ez került összeépítésre Marcaváros 1 és 2 között egy olyan gyalogos kerékpáros kapcsolati rendszerre, amit nagyon sokan használnak. És ami ebben nagyon fontos, hogy tényleg ne csak arról beszéljünk, ha új dolgokat hozunk létre, hanem ezeket a meglévő létesítményeket, ezeket üzemeltetni is kell, működtetni kell. Utoljára igazából nagyobb felújítás itt 8 éve történt. Természetesen itt nem csak a takarítás a lényeg, hanem gyakorlatilag olyan karbantartó munkákat is végrehajtunk, ami tényleg látszólag kis feladat, de itt látszik, hogy a burkolat sérült, annak a kiegészítése, ami gyakorlatilag ugye gyalogosok számára balesetveszély is lehet akár. Ugyanakkor minden műtárgynak a legfontosabb része a víz, a vízelvezető rendszereknek a részleges javítása. Hát ugye a legfontosabb, hiszen nagy esők esetén ennek a víznek el kell menni, tönkreteszi a létesítményt. Tehát ki lesznek takarítva itt a folyókák, a rácsos folyókák, a vízelvezető rendszereknek a javítása történik meg, lesz szigetelési javítás azokon a helyeken, ahol már az időjárás kikezdte és beázik. Gyakorlatilag érdekesség, hogy talán a felszínen, az óratorony környékén is olyan bádog részek lesznek kijavítva, amik érdekes módon, mivel bádog, furcsa módon eltűntek, de ezeket visszapótoljuk. Tehát egy olyan karbantartó munka fog folyni, amitől egyrészt nem csak hogy megszépül, hanem állagmegóvás is megtörténik, és innentől kezdve az aluljárót hosszabb távon lehet biztonságosan újba üzemeltetni. Mikor képviselő lettem 9 évvel ezelőtt, akkor marcavárosi iskolásokkal és óvodásokkal kifestettük közösen ezt az aluljárót, és ezáltal megváltozott a hangulata, megváltozott az egésznek a feelingje, elveszítette azt a negatív erőt sugárzó alagút képet, ami eddig volt itt, és azóta folyamatosan minden évben költünk erre az aluljáróra, és most egy olyan alkalommal érkeztünk, mikor ezeket a graffitiket újra le kell mosni. Igaziból annak idején gondoltunk a jövőre, és olyan felülettel láttuk el ezeket a falakat, hogy lemoshatóak, hát ezt látják most a vágóképeken. Az elmúlt hónapokban is egyébként érkezett lakossági panasz hozzám annak tekintetében, hogy az itt, elsősorban annak tekintetében, hogy az itt lévő vízelvezető folyókáknak a teteje az elkezdett mozogni, lötyög, tehát ezeknek is a karbantartási munkák keretében rendet fogunk tenni. De néha nem is tudjuk azt elképzelni, hogy egy-egy ilyen apróság milyen balesetveszélyes is lehet egy-egy anyukára, szülőre vagy gyermekre való tekintettel. Úgyhogy ezek a karbantartási munkák most itt a mai nap, illetve itt a napokban elvégzésre kerülnek.